Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mato Barna vagyok, és ő itt az új háttérképem. Ez pedig a Let's Play Codename Panzer Space 2 következő része. A legjobb, hogy emlékeztek, szokás szerint túlerőből és tűzerőfényből lepartizánkodtuk a németeket, ma pedig gondolom ugyanazt fogjuk tenni. Napló nincs, mert rusták voltak ez a hadjárathoz. És aki kíváncsi, az ezt olvassa el. Jó. A szovjetek Belgrád felé haladnak, a mi dolgunk az, hogy átörjük az ellenséget és meggátoljuk, hogy elmeneküljenek. Ahogy elnézem, vannak azok az a pártos vagy királytér is, nem látom innen jól a tornyot. A méretekről meg ebben a játékban, hát igen, nem mindig teljesen pontosak. Talán egy párduc. Na mindegy. De igen, és úgy lehet, hogy vissza fogjuk látni Alexandert, aki ebből a játékból ugye kimaradt a többiek ellentétben. Úgyhogy kezdjük. De magas felbontású vagyok a háttérben. Ja, oké, okay, pont ilyen német ellenállásra számítottam, megint meg lesz a 20-szoros partizán túlerőnk, úgy látszik. Semmi gond, lesz egy stúgjuk. Németek visszavonulnak. Azon mesterkednek, hogy Belgrád szívében védelmi vonalat hozzanak létre. Ebből nem esznek. Ezek több mint 10 000-en vannak, Wolfeltárs. Háborúban véges végig túlerőben voltak. Én csak. A szovjetek hamarosan segíteni fognak. Úgy legyen, a végén meg majd jól beveszik magukat ide. Megmutatjuk, hogy mi is tudunk harcolni. Rendben. Mutassuk meg, milyen fából faragtak minket. Most pedig vagyunk. Könnyebb önkénteseket toborozni. Tudom is, honnan szerezhetünk. Oké, okay, szóval az eddigi tapasztalatok alapján most 3 páncélos hadosztályt fogunk kapni, hogy áttörjünk az ellenségen. Minden a terv szerint. Menjünk partizánokat taborozni, csak így instant, miért ne? Látom, van a titkos küldetése, gondolom az, hogy menjünk ezekhez a bungikhoz és nézzük meg őket, hogy van-e itt is önkéntes. Valamit itt védenek, szóval valamit lesz játékhogika. Gyerünk. Tetszik amúgy, hogyha az akáros géppuskás meghal, akkor is ott lesz a következő rész elején valószínűleg. Vagy a következő küldés elején. Bár lehet, hogy ez utolsó. Azt hiszem ez utolsó, de nem vagyok biztos. Na jó, azért nézzük meg itt is, hogy tudunk-e kezdeni valamit ezzel a vasot és innen. Valószínűleg igen, ez lehet, hogy nem ártana vagy megvédenünk, vagy elszabadálnunk, attól függ, mit akarnak vele éppen a németek. No, tudunk vele csinálni akármit? Gyerünk, ne állj meg! Ja, itt nem, akkor talán majd ott. Hát itt egyelőre úgy látom semmi. Itt esetleg? Nem tudunk piros lámpát adni a németeknek. Oké. Okay. És itt? Ó, a felderítő egységem! Az egy német harckosilag személyzet, jól látom? Nem stálálnak vannak nekünk, gépisztolyosok. Jó. Na igen, megkapom a legjobb autonómia járó felderítőjét a játékban. Ó, egy német kimaradt. Partizán túlerő működik. Úgy látom, nem tudom. De enyém a lokomotív, yes! Na igen, most mit kell ezzel csinálnom, mert valamit biztos. Gyerünk előre. Kimész oda? Oké, ha te mondod? Én elhiszem. Jó. Most nem tudom, hogy honnan, mert gondolom arról fognak jönni a ruszkék, tehát így jól elálltuk a saját utunkat, ha jól sejtem. Hát, oké. Okay. Én elhiszem neked, hogy ez így jó. Lehet, megcsináltam egy későbbi küldere és csak beütött valami script. Hova
Polgári személy. Imádom. Jó. Még több német. Csak hobbi szinten kiírtjuk őket, mert ekkora túlerővel megtehetjük. Ribbazukások, vagy páncársekkesek. Jó, partizán tömeg. Elvtársak, a népi felszabadító hadsereg Belgrád felszabadításáért küzd. Ott a traktor a gyűrűk urából. Közénk, és emléketek örökké él majd a hálás utókor szívén. Mi inkább mostan élnénk még egy kicsit. Olyanok lesztek, mint a régi idők hőse. Azt meg is kell érni, komám! Beszéljünk nyíltan. Tudjuk, mennyit szenvedtetek a megszállás alatt. Többet, mint ti a hegyekben, az biztos. A fasiszták minden megölt társukért tízünket lőtték agyon. Sokan közületek egy követ fújtak a megszállókkal. De ki vádolna titeket ilyesmivel, ha most közénk áll? Sej, tettük, amit tennünk kellett, hogy megmaradhassunk. Így megy ez. Tudjuk és úgy határoztunk, hogy a kollaboránsok földjeit szétosztjuk a fegyveres ellenállás észlelmény közt. Sanyargattak benneteket. Nem akartok megfizetni ért? Na, adj egy puskát. Aratásig elboronáljuk a dolgot. Tetszik azért, hogy itt tízüket megölték minden egyes halálért, de ebben a három házban van 40 férfi. Ó, remek, megint itt van a fantom kép, és most nem nyúlok hozzá, mert nem kockáztatom meg, hogy megint lefagyjon. Hát oké, okay, remélem kaptak puskát. Nem. A németek nem fognak fegyvert adni! Ezt ki kell levernem! Szóval a jótékony német megszállók a szláv területeken, igen. Honnan kéne felszerelnem őket? Be kell törnöm mégis itt a védvonalat, vagy mi van? Na jó, gyere csak, Jusuf. Nem Jusuf, izé, gyere csak Vasilij. Mondom, Vasilij, gyere már. Na. Menj, deríts föl. Nyugi, ezek csak német megszállók, nem fognak rád lőni, ugyan már. Na csak mivel állunk itt szemben. Nem olyan a biztos, hogy honnan kéne felszerelnem őket, vagy mivel. Ja, itt vannak a tankok, szóval erre talán nem kéne jönnöm. Ó, itt van egy lyuk a védelemben. Jó. Erre. De nem zavarja őket, hogy a civil átsétál a betonbunkerek közt a védvonaluk kellős közepén, ugyan már? Ezek mind humanista nácik. Tarirarirarram. Jó. Hogy jutok be ide? Egyszerűen megkerülöm erről a placot. Meg tudom kerülni a placot, vagy túl nagy az a... Igen, túl nagy az a derék érőkerítés, nem tudjuk átugrani. Jugoszláv erőmlét. Tehát erről kell bejönnünk. Gondolom legalábbis ez akar lenni az, ahol fel kell szerelnem az embereimet. Ahogy elnézem, fával, fahasábokkal. Jó, hát a tankcsapdák itt vannak, de semmi más, nem védi semmi. Se gyalogság, se pakok. Elsunnyog mögöttük a néphadsereg, ha nem... Egyébként valószínűleg mindig túlerő vagyunk, csak így vannak tankjaik. Jó, szévenünk egyet, nehogy a fantom jöjjön miatt lefagyunk, hogy valami. Jó. És reméljük, hogy ide kellett jönnöm, és nem a küldetést csináltam meg éppen véletlenül. Oh, yeah. Várjuk, ott van még egy, akin... Oké. Okay. Te is tettem azt az opcionális célkitűzést, igaz? Mozgás, mozgás! Ne lazsálj! Ellenséges konvoj közeledik. Hol? Elérnek a német arcvonalat, vagyis ezt itt? Oké. Okay. Tehát vissza kell mennünk oda ezek szerint. Egy magányos lövészt átrendelünk egy másik csapatba. És őt leküldjük itt a bunkerek... Oh shit, ott nehezen fog átjutni. Oké, okay, akkor erre kell hoznunk.
visszaküldjük oda, ahol leraktuk a mozdonyt a sinekre, mert szerintem azt kellett csinálnunk, csak megcsináltam, mielőtt még ki lett volna adva a küldelést, és talán, hogyha oda küldök valakit, akkor ugyanúgy triggerelés meg lesz. Ó, közben eltűnt a Phantom UI-om. Hála az éjnek. Ups! Észrevett. Szerencsére üldözni nem fognak. Messziről biztos fegyvertelen civilnek néznek minket, és nem akarnak kergetni a humorista németek. Jó. Na igen, lefelé oda, barátocskám. Jó, hogy mindenkit felhílelünk szépen. És honnan az Istenből jön az a konvoj? Itt van az arcvonal. Na jó, hát én beállok a főútra, és valahol ott lesz. Ugye csak ennyiről van szó. Vagy sikerült eltarnom a küldetést, vagy miről van szó itt? Már nagyon nem jönnek azok a németek, nem látom őket sehol. A mozdony még ott áll, igaz? Igen, a mozdony ott áll. Na, te is tettem a célkitűzést? Mi van? Aha! Boss hívja Ordást. Feltűnt egy ellenséges utánpótlás vonat. Utasítást vár, Ordas minden egységnek. Gyorsan kell cselekednetek, már is induljatok. Dobjatok valamit a sinekre. Na de mégis mit? Bármit, tagfát, teherkocsit, akadályozni kell a haladását. Két oldalról támadjatok. Amint meghúzzák a vészféket, elsőnek a mozdonyt kapjuk el. Csináljátok ki őket, Ordas kiszáll. Hogyha csak elpusztítani akarjuk és nem elfoglalni a felszerelésüket, akkor nem lehet volna egyszerűbb az orrukba küldeni ezt a mozdonyt és egymásba vinni a két vonatot? Hoppá! Jó, teljesítve. Oké, nem. De ki is kell őket itt adnunk, nem? Oké, azért nem pont időben lefékeztek. Igen. Fasiszta flak 88-asok. Tetszik, hogy az ágyuk maguk a fasiszták. Oké, hát úgy látom a pandereket nem tudom elfoglalni, hála az ének azért így a random jugoszláv civilek úgy látszik nem képzett harckocsizók is. Ennek örülök. Hogyha már a túlerőnk megvan. Jó. Tűz! Szétlőni a fasiszta teherautókat, amik mondatják a fasiszta lövegeket. Hát ebben nem vagyok biztos, hogy mi a nehézség. Ó, oh, most látom, hogy felvillant ott valami, szóval gondolom arra fognak jönni a páncélosok. Foglaljuk el a flakokat. Egy ember azt hiszem azért nem tudja őket kezelni. Szóval legalább négy fő kell az, hogy egy ilyet toljanak. Lehet egyáltalán tolni? Nem, úgy látom, ez csak vondatható, remek, zseniális. Hát akkor reméljük, hogy erre fognak jönni, mert ha nem, akkor rácsesztem. Mert itt vannak a flakjaim, és azért csak gránátokra nem fogom megölni tankokat. Á, arra jönnek, oké. Okay. Azért várd meg, amíg ide érnek, ma dude. Oké, okay, azért ezek a négyesek. Pillanat, mindjárt kiasztom a szovjeteket, csak elpusztítom a páncélos offenzívom maradékát is. Gyertek egy kicsit közelebb a fokokhoz? Oké, egy picit megakadt a felvétel, meg is hagyottam a játékot, azt hittem lefagyott, de... úgy látszik nem, szóval folytassuk. Ugyan minek kéne szövetséges támogatás, vagy szovjet támogatás? A néphadsereg áttör a vonalon.
Jó. Még nem vesztettünk. Előre, míg az összes utca a vérükben nem ázik. Mi is ott vagyunk? Ó. Oh. Lengjetek, lobogók! Alexander Vladimirov vagyok, a dicsőséges vörös hadsereg, és Oroszország anyácska üdvözletét hozom szláv testvéreinknek. Ugorjatok a T-34 egyetemre! Közös erővel szabadítjuk meg Belgrádot a fasizmus métejétől! Ez ugyanaz a szinkron színész volt egyáltalán, mint aki a hangja volt az egyben? Mert nem úgy hangzott. Meg az egyben nem tűnt azért ennyire förtelmesen kommunistának a srác. Emlékszem rá. Ó, egy tigris! A tűnetlen nem zavarja, hogy lőjük az ellátmányát, szóval... Jaj. Jó. Az egyes csapatot azt átpakoljuk azonnal. A páncélosok lesznek az új egyes. Ezek járnak is valamit a játékban, gyerünk utána. Reméltek be tudjuk szendvicselni a tigrist a T-34-esek 88-sok közé. Arról van 88-sokat, mert úgyse fogjuk mozgatni, szóval az új 9-est átadjuk a tüzérségünknek, katyusák. Igen. És ami azt jelenti, itt ti lesztek a 8-asok. Gyerünk támadni a tigrist. Valaki ugorjon be abban a 88-asba és kezelje most azonnal, gyerünk. Jó, ez opcionális volt, oké. Tigris tankok, ugye tehát egy tigris tank és néhány teherautó. Jó. Nem tudom, hogy pontosan mi a feladatunk, hogy semmi sincs meg úgy, hogy van németeket, vagy... Oké, nem tudom, hogy mi okozza ezeket a frame dropokat, de kezdenek idegesíteni, mindig azt mondom, hogy megfagy a játék. Szóval nem tudom, hogy meg kell semmisítünk a németeket, vagy elég, hogyha csak átmegyünk rajtuk egy szúrással. De igen, a gyalogságunkat átpakoljuk egy csapatban, mert volt zenesének gyalogsága egyébként, és az gyalogosokkal könnyebb kipucolni. Az ellátó kocsikat és a katyusákat hozzuk egyébként, mert a katyusák kimondottan jók, meglepő módon tankelárításra. Igazából minden jók volt, csak arra nem, de mindegy. Jó, szétlőni a stugot, annak majd tenni a fűzereje. Ó, oh, meg az a páncélnével Werfer ott hátul. Na, arról leírjuk a zónabombázónkat. Jó, rip. Megromoz minket a lőszerkocsi természetesen. Kagyusák, nem akarnak lőni? Jó, hogy elakadtak, remek. Jó, annyit rakétavetősökről. Nem túlélték azt, hogy ott rájuk omlott a bunker. Miért a difficulty spike-it értelened? Így jobb klik átmentem mindenki, most meg bedarálnak minket. Hirtelen tűzerőfenybe... Pont akkor kerül túlerőbe és tűzerőfenybe az ellenség, amikor bejönnek a szovjetek. Ó, azt a pontot kell elfoglalnom, úgy látom, oké. Okay. Jó, gyerünk. Jó, a kagyusra kifolytak a lőszerbe és a lőszeres kocsinak annyi. De se baj, a taktikai javítókocsi megoldja a problémákat. Jó, gyerünk tovább. Oh, fuck. Még több rohadt rakétavetős. Na, innen megpucolunk. Köszönjük szépen. Shit. Na, azon nem lesz jó. Oké, okay, gyerünk. Megtámadni azt ott. Annak géppisztolyaik igaz. Jó, de megtalálni itt a 20 millió önálló egység között. Jó, gyerünk, oké. Okay. Jó, hát azt hiszem bevettük. Yes. Ennyi. Jó, elvesztettem minden tankot kiéve egy T-34-85-ös, de jó. Mondjuk itt vannak a fasiszta flak 88-asok, hogy elküldjük őket az átnevelő táborba. Viszont az hiszem ennyi ez a campaign. Úgy látszik tévedtem. Jó, akkor ezek szerint van még egy küldetés. Jó. Akkor én nem mondom, hogy már akkor ennyi fel bele. Ez volt a Hémánat Barna. Ez volt a Let's Play Codename Panzers Phase 2.
És találkozunk a legközelebb, amikor ezek szerint megcsinálunk valamit. Addig is a viszontlátásra. Jó napot, kedves nézőközönség! Én Mata Barna vagyok. És ez itt a Let's Play Codename Panzers Phase 2 következő része. A legnagyobb, hogyha emlékeztek, sikeresen felszabadítottuk Belgrádot, vagy legalábbis valami olyasmi. Commissionerek lettünk. Nem komisszárok, commissionerek. Igen. És úgy látjuk, hogy van még hátra egy küldetés, szóval igen. Valószínűleg ez lesz utolsó, mert emlékszem, hogy 3 vagy 4 küldetés volt ebben a campaignben. Igen, mivel ezek ilyen baromi könnyűek, eltekintve a legutóbbi legvégétől, és eléggé monotonok, lehetséges, hogy egybefogom őket valahogy vágni. Lehet, hogy az első két küldetést, amik inkább gyalogságiak voltak, egybevágom, és egybe fogom vágni a legutóbbi itt meg ezt, mert ez szerintem megint páncélos lesz. Úgyhogy lássuk. Napló nincs szokás, szerintem aki kíváncsi, ezt olvassa el. Oké. Először is szeretném felhívni mindenki figyelmét, hogy a Vaterlandot most már F-fel írják. Igen, a Vaterlandjuk, egyértelmű. Viszont az lesz a dolgunk, hogy megbiatorbágyozzunk egy viaduktot az Isonzónál. Elméletileg, hogy gyalogságot kell vezetnünk, nekünk kell elpozítunk a hidat, de ahogy elnézem, lesznek tankjaink, szóval lássuk. Szegény fickó csak ki akar járni, de egyik rohadék se engedi ki. Négyen egy év állt, ő pedig beült az anyósülésre, szép, oké. De animáció, ó! Na azokat perc nem lövi a tüzérségünk, pont 2 méterrel kívül vannak a hatótávukon, mi? Szemtársak, foglaljátok le a páncélosokat, amíg a csapatommal áthaladunk a hídon. Figyeljetek ne, hogy őrizetlenül maradjon helyi utánpótlás raktárunk. Wolfelf társ, a németek meghátráltak. Miért nem hagyjuk a fenébe őket? Úgy akarnak lelépni, mintha sosem lettek volna itt. Mintha semmit nem műveltek volna. El lehet ezt felejteni? Soha, komisszár elvtárs. Emlékszem rád, Vasszik, skorbut. Mi is hetekig csak főt birkahúst tettünk. A fák levét próbáltuk inni. Tehát csak nem megfeledkeztél erről, Vasszik? Nem, nem, soha! Akkor vésd eszedbe az első számú feladatot. Fel kell robbantani az Isonzó feletti viaduktot. Olyasmit kapnak most tőlünk, amit soha az életbe el nem felejtenek. Igenis, komisszár elvtárs. Helyes! Soha nem felejtjük el, hogy a németek nem lőnek fegyvertelen civilek. Az a sor, úristen! Jó, hát ahogy elnézem, van bőven páncélosunk, meg védelmi pozíciónk is, és van egy Phantom UI-unk, jej! Jó, tehát meg kell védenünk a bázisunkat, lehet, hogy erre vannak a páncélosaink. Jó, nem felderíteni, mi a fenne van, úgy látszik, ez nem kapok gépeket, pedig a szovjetek itt vannak, és ezért... A szovjetek azért tudtak légifény biztosítani ekkor-akkor, de mindegy. Jó. Valószínűleg erre fogunk menni akkor a gyalogosainkkal, és erre kell majd támadnunk a páncélosainkkal később. Ott látszóan nincs semmi ellenség, szóval, ja. Fogjuk a gyalogságunkat, egybe pakoljuk. Az egész gyalogságunkat mindenkivel. Jó. És megindítjuk őket erre keresztül az erdőn, az erdő közepén talán nincsenek azért páncélosok. Bár a páncélosban nincs meg sem, hogy az erdő nem éppen a megfelelő terep a tankoknak, de mindegy. Jó, végre összepakolt őket egy bagásba. Mi azt jelenti, hogy ezeket inkább a 7-es rakjuk. Gyalogosok! Feltűnés nélkül rajtuk ütünk, elkezdjük eldönni a rakétavetőinkkel simán. Oh shit, vissza! Elég nagy késés érkezte be a géppuskásainkat, ennyit a rakétavetősökről. Nem hittem volna, hogy ilyen korán ellenségbe fogunk futni, de mindegy. Akkor megcsináljuk rakétavetősök nélkül, azt hozunk egy tankot támogatni. Vagy megint lopunk 4-5 pakot. És eltűnt a Phantom UI, nem tudom, hogy mitől van és mitől tűnik el. Nem, még mindig ott van, csak halvány. Nem látszott az erdőtől. Hoppá, az ellenség támad, úgy látom. Yes! Mert értékben igazából semmi értem nincs a mélységi védelme, szóval lehet előre kérni, nem úgy, hogy van a páncélosaimat. Ja, ezt tesszük. Gyerünk oda előre. Visszük fel a javítókocsit. Lőszerkocsit sajnos nem kaptunk az IS-2-es mellé, pedig annak aztán kell. Nem, nevermind, ide, vissza.
mert áttörnek rajta, mielőtt erősítést tudnék küldeni. Közben itt átkerünk ezen a gázdom. Azonnak az oknevetőnek hirtelen akkora jelet, hogy kidöntik a fákat. Jó, az ott egy páncélkocsi. Ja, hát nem ártana, hogyha itt lenne a két rakétnevető sem, de nincs itt. Szóval megállunk, itt hílelődünk. Azt hiszem, ha két szanítész megy egységbe, akkor tudják hílelni magukat. Yes, tudják. És átkúszunk a gázlón, mert ez így működik. Ez itt egy gázló, igaz? Nem vagyok hülye. Ja, tudok, a mozgásparancsolat, csak az élet nem akarja elfogadni valamiért. Hoppá! Előre! Jó, megölni a páncernébel verfereket, mert azok a legveszélyesebb egység a játékban. Mert leszarják a páncért úgy, ahogy van. Közben felhozzuk a javítókocsit. Ó, hát ezek azért nem egy-ketten vannak, mit ne mondjak. Ja, gumicsónakok kellenek, oké. Jó, az IS-2-esének ne legyen túl sok baja, azok ki tudják lőni a tigriseket. Jaj, ne, még több páncernéber verfer! Jaj, ne! Gyorsággalnyi fegyverzet hoznak a páncélseim ellen. Oké, előre a katyusákat, itt gondban vagyunk, úgy látszik. Nem van gumicsónakja. Hogy is tudom ezt használni? Á, elég közel kell lennünk a vízhez, jó. Be a vízbe, srácok. Jó, át. Hol van a... kilőtték a javítókocsit. Fak, 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 fak. Akkor vissza, 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 vissza. Vissza az ellátóbázis, azaz tud minket kombat hílelni. Haha, nekem is van gyalogság elhárító fegyverzetem. A tankjaidnak esélyes hincs. Jó, neki nem jutott gumicsónak hátrik. Jó, itt úgy látom nem vezet lefele út, legalábbis csak egy ideig is onnan nem tudunk gumicsónakozni, vagy tudunk? Lehet, hogy el tudunk gumicsónakozni onnan. Kis szerencsével. Ja, tűz azokra, oké? Okay? Hát persze, 100%-ig éljen kuzin. Kuzin elvtárs. Ó, a fasiszták ágyja, de mi is a fasiszta ágyút? Hát ez a küldetés opcionális, szóval én szarok rá. Sajnos itt most ténylegesen gondolba ütköztünk. Nem számítottam rá, hogy ez a küldetés itt tényleg nehéz lesz a legutóbbiak után. Azt gondolod, lőjük, hogy a minél gyorsabban. Aztán leflangálunk oda. És ott be tudunk ugrani a vízbe. Be tudunk ugrani a vízbe, igaz? Yes! Jó. Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Oda ki! Közben ti! Még egy be tudott ugrani a vízbe. Jó. Neked is van gumicsónakod? Úgy, úgy. Előre, előre, előre. Közben a tankok. A tank, úgy értem. Mert már csak egy maradt. Kevin meg Yes. Azért én nem mondjak, van bőven tigrisik, úgy látom. Még hogy kimerültek a háborúban. Mutasd az oldalad, mert ez így működik. Jó, rip tigris. Ődöm nébelvefele kifolytak rakétákból. A kombat ellátás ereje. Oké. Okay. Jó, hova kell még robbananyagot pakolnom? Nem ír más, nincs más marker ránézésre a térképen. Jó, hogy fel kell mennem így is, úgy is oda, meg még akkor ide is, vagy mi? Ott van itt egy marker és ennyit látok. Na, de mi mindjárt találjuk az utolsót. Úgy adom, lemészároltuk az ellenséges támadást végre.
Szerencsére ezek a becsületes németek nem csak civilek nem lőnek, megvárják azt is, hogy kiszálljunk a csónakjainkból. Ó, oh, nehéz tüzérség, csak nem látod, hogy robban, mert vízbe csopant a lövés. Gyerünk fel! Mindjárt elindítom a nehéz tüzérséget, mert úgy látszik, ez nem is nehéz igazából. Ripszani tétszak. Ó, oh, fuck, többen vannak, és kilőtték az IS-2-est. Hát akkor az egy derekas fél. Oké, okay, ezért nem semmi ez a páncélos támadás, amit ott bedob a játék. Hova kéne úgy lapakolnom harmadikra, nem is látom a térképen, vagy nem is látom sehol a markert. Tudod, így a másik oldalra, vagy mi van? Na, ott körbe pakolja őket automatikusan, hova kéne lennem a harmadik? Na jól van játék, na jól van. Ez szemét volt. Jó, de teljesen fölösleges volt ügyletom manőverezésem, mert át kell flangálnom itt az erdőn a túloldalra, mert oda nem tudok kievezni. Jó, de akkor azt úgy, hogy van előről kezdjük. Használd a vonatot... Meg ez... Igen, mindjárt visszatérünk. Közben azt hiszem megtaláltam a titkos küldelést a pályán, ez itt. De igen, sikerült nagyjából észrevétlenül idehoznom a gyalogságomat, az egyik rakétavetős hétsége méltbe is maradt, a másikat kiszniperelte valahogy, egyszer sem meghalt, semmiből nem tudom mi ölte meg. De igen, mindjárt rá... Valamitől megakadt a felvétel, szóval... Nem tudom mennyi maradt benne, de... és most nem akarom azonnal visszanézni, de igen. Eljutottunk a folyóig, egy rakétavetős egységet elvesztettünk, mert azokat kiszniperelte, jéj, nálatok nincs gumicsónak. Itt pedig megindult a német ellentámadás. Amúgy nem úgy volt, hogy mi támadunk? Már nem azért. Ilyen túlerővel azért simán átgyalulodnának rajtunk. Na mindegy. Nyírjuk a legveszélyesebb egységeket, a páncernével verfreket. Jó. Most nem szorakszunk, végigfutunk erre és kinyírjuk azt a tüzérségi ágyút. Ó, a rohadt AI, igen. Mert nem látta, hogy ott van 3 centivel a látótávon kívül egy tigris. Mert a látótáv az ennyi. Miközben egy páncernével Werfer meg szétlőtte. Geniális. Tűz! Tovább. Oké, okay, megtaláltuk a fasiszta ágyukat. Ott lövik ki a fasisztákat. Jó. Tovább. Jó, a páncélosokat visszavonjuk, az ágyuk fedezik a menekülésüket. Hát kinyíltak az IS-2-est, ez van. Titeket visszaküldünk lőszerért, mert lőszerkocsit nem kaptunk, csak javítót. Úgy könyörgöm, lőjétek agyom. Jó. Német tüzérség kiiktatva. És akkor először is lejövünk ide. Lenközben kitisztítjuk a többi egységgel az utat. Mert ott van 2 lövész, igen. Jó. Wolfot magába lehozzuk. Ami azt illeti, kipróbáljuk, hát ha nem csak ő tudja lerakni ezeket a szarokat, és hát ha fel tudnak ők is ugrani a vonatra, és el tudnak menni túloldalra. Nekik nem ilyen vonat? Úgy látszik, csak Wolfnak ilyen vonat. Ja, csak Wolfnak jön a vonat, többieknek nem. Hát azért, át tudnak ők futni simán magukba. Ó, ez egység föl tudja pakolni az robbanószereket egyébként, mert hogyha ide bejutottunk egy leszantos egységet, akkor merne. Megjegyzem, mindig azért szemétsége, hogy ide kipakolták ezt. Tehát nem látod az alapértelmezett nézetből, hogy hol van. Jó, a katyusáink megölik a tigrist, mert ez így működik. Na, adtak vajon a szantosainak a robbanószert? Mert hogyha már bedobták őket, akkor miért ne legyen náluk, könyörgöm.
Oké, tigrist elintéztünk kocsisákkal lényegében. Nem, nincs ide szontosan a robbanószer, csak Wolfnál van. Csak ennek a, csak ezt a pofát bíznád meg a robbanóanyagokkal. Még közben értelme Mike Rose-nom? Igen, mert a két kagyus épp kifogyott a lőszerből. Vissza, vissza, vissza. Köszönöm játék. Igen, használom a vonatot. Nem érdekel, hogy azon a páncélkocsi, mert egy géppuska átfutsz előtte. Hero unit vagy túléled. Elütni úgyse tud, csak átszivárog rajtad. Köszönjük, nem tűnt fel senkinek, hogy ezt csináltuk. Át a túloldalra. És igaz, hogy az a szovjet erőt, aminek ezt a bekerített részt most fel kéne számolnia, éppen úgy elpusztítják, de semmi gond. Jó. Rossz irányba szálltál le, na mindegy, visszatolas vissza, hogy könnyebben menjen. Jó. Innentől neked le kell érned oda, gondolom ez nem fog gondot okozni az AI útkeresésnek. Gondot fog okozni. Közben pedig migrózunk, hogy ezt minél tovább tartsuk, visszakúszunk ezekkel itt. Azzal javítjuk azt ott egyértelműen, nem a kötyúságba töltjük a lőszert. Veled földre. Közben úgy látom tényleg leér az AI meglepő módon. Jó. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, megvan! Oh fuck! Gyerünk, fuss! Menekülj, Wolf! Menj, rohanj, Wolf! Nem menekülsz, támadsz! Épp felszámoljuk az ellenséget! Gyerünk, elpusztítjuk őket! Fuck! Azért ez jóval nehezebb ez a küldetés az előzőeknél. Na jó, mindjárt visszatérünk megint. Oké. Éppen készülünk lerakni a harmadik bombát, egyébként egy kicsit jobban állunk a németek ellen, már a másik hullámot verem vissza. Ja. Vissza föl. Vagy legyőztem őket, hogy mi van? Támadhatunk? Inkább nem kockáztatom, mert kárt, hogy beakadtak valahol és nem támadnak, ezért nem akarom felébreszteni az AI támából. Hoppá, te is! Kezd lemenni a nap. Jap, csak vártak a következő hullámra. Már nem az enyémre, az a végre. Jó, hát itt átfutunk az úton, senki nem fog zavarni, csak lőnek ránk, amíg ott vagyunk. Ezt a radart itt bevesszük azért, csak a biztonság kedvéért. Ó, hogy kapunk a semmiből így repülőket, oké, hát az jó. De szandosokat ide és ide felderítésre van szükségünk, hogyha a kagyusainak esetleg még lőnie kell. Jól lőjük őket agyom. Hogy elnézem, csak tanklegénységek maradtak. Jó. A győzelem gátja a gát. Akkor a gátot fel kell robbantani. Kicsit akadzik át erbe a... Mi? The fuck? Mi történt itt? Elfelejtették értesíteni hidat, hogy le kéne tölnie? Mert miért van alatta a vonat? Mi a büdös? Mi az a fantom vonat ott? Jaj, ne, reahonlott a híd a vonatra. Én elhiszem, oké. Volt idő, hogy öt golyós bandának hívtak minket. Amikor csapzába kerültünk, csak egy tár jutott a puskákhoz fejekkel. Rég volt, tán igaz se volt. Mintha csak tegnap. Tudnám, miért akadozik. Most a németeken a sor, az Isonzó innenső partján,
Ma ők az öt golyósok. Valamiért akadzik, nem tudom miért. De csak ez a cutscene teljesen normálisan stabilan ment. Na jó, megállok egy pillanatra, kérdő, hogy ez a küldetés vége. Ó, oh, átlagos. Oké. Okay. Ez volt a vége? Jó, azt hittem, érdekel őket győznünk. Jó. Viszont az hiszem már tényleg az utolsó küldetés. Yes. Jó. Hát akkor ennyi volt ez a Codename Panzers Phase 2. Ez az utolsó campaign, ez egy kicsit több csalódás volt azért, tehát hogy így még a napló részek sincsenek benne, hogy legyen valami karakter az egésznek, ez nagyon összecsapottnak tűnik. De igen. Szóval ez a vége a sorozatnak. A játék összességében egész jó, vannak benne hülyeség, vannak benne eléggé fos küldetések, ez az utolsó például egy eléggé durva difficulty spike, de összességében egyébként mindig egy kicsit nyilván megette az idő vasfoga, de összességében mindig elveszhető. A szériának van még egy része, a Codename Panzers Cold War, ha jól megszem. Ezzel eddig életemben egyszer játszottam néhány percet, és nem tett rám jó benyomást, de jó régen volt lehetséges, hogy meg fogok belepróbálni egy sorozatot indítani, valamikor jövőben, nem közvetlenül ezután. Közben megfajtuk, vagy mi történt? Remélem nem, mert itt jártatom a számot. Oké, nem fajtunk meg, remek, csak stroboszkóp. Szóval tartottam? Igen, a Panzers Cold War. Lehetséges, hogy lesz vele egy végjátszás, még nem tudom, az biztos, hogy nem közvetlenül ezután lesz, tehát hogyha lesz, akkor valószínűleg egy néhány hónapon belül. De még eldöntöm, nem szeretnék ígérni semmit. De igen. A következő sorozat, ami ezután jön, az valószínűleg már elindul, mire ez a rész fölmegy, szóval fölösleges beszélnem róla. Úgyhogy, ez volt én már Natavarna, ez volt itt már a Let's Play Codename Panzers Phase 2, és találkozunk legközelebb a nyilással. Addig is, a viszont, ledese!